Szeretettel köszöntöm a csendes percek nézőit. Egy igazán különleges zsoltár a mai zsoltárunk, a 46. zsoltár. Akárha egy dallam jut az eszünkbe, hogy hogy is van, hogy erős vár a mi Istenünk, akár köszöntésként használjuk ezt a szöveget, hogy erős vár a mi Istenünk, ugyanazok a gondolatok, a 46. zsoltár gondolata idéződnek fel bennünk. Miért szép ez a zsoltár, miért fontos mindannyiunknak? Ez a zsoltár arról szól, hogy mi a kapaszkodó akkor, amikor kimegy a lábam alól a talaj. Amikor minden megmozdul, megrendül, megolvad, szétesik, széthull. Akkor is van erős vár, ő a mi Istenünk. De hallgassuk meg magát a zsoltárt. Isten a mi oltalmunk és erősségünk. Igen, biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindulna is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Van egy folyam, melynek Árja Isten városát örvendezteti a felséges szent hajlékait. Isten van benne, nem rendül meg megsegíti Isten víradatkor. Nemzetek zajongnak, országok meginognak, ha az Úr kiengedi hangját, megolvad a föld. A seregek ura velünk van, Jákob istene a várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztává teheti a földet. Háborúkat némít el a földkerekségen, íjat tör és kopját rond. harci szekereket éget el csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld is. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a várunk. Amikor kimegy a lábunk alól a talaj, Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mondja Kórá fiainak éneke. Az eredeti Zsoltárt a címben leírtak szerint talán, tamburával, csörgődobbal kísérték, egy női kórus. Mindenféleképpen kifejező lehetett a harcnak, a küzdelemnek, és a harcban, háborúban is biztonságot találó embernek a reménységére. Nem félünk. Azért nem félünk, mondja a Zsoltáros, mert még hogy a föld is megindul, megremek, ha a hegyek is beleomlanak a tengerbe, vagy a tenger hullámai tajtékoznak, zúgnak. Mi mindig tudjuk, hogy Isten a mi oltalmunk és erősségünk. Megrendítő ez az első néhány vers, az első három vers, amiben a teremtés, a teremtett világ felbomlásának a leírásával fejezi ki a káoszt a Zsoltár író. Amikor úgy tűnik, hogy minden, amit Isten rendbe egybeszerkeztett, megmozdul, és az alapokig megmozdul és megrendül minden. Az ember a lelkében belül akkor is lehet erős és bátor. Nem az, de lehet az. Nem kell, hogy minden megmozduljon, hogy azt érezzük, hogy kiment a lábunk alól a talaj, hogy elborít minket a tenger, és hogy beleomlanak a hegyek a folyóvizekbe és a vizekbe. Sokszor egy, egy egyszerű rossz hír, egy, egy csalódás, egy bántás, vagy egy saját személyes tapasztalat valahol a lelkünkben, amikor úgy szürkévé, árnyékossá válik minden. Az érzések ránk telepednek, és nem feldobnak, hanem lehangolnak minket. Amikor lassú omlás megy végbe az ember lelkében, és minden, ami mozdíthatatlannak tűnt, elmúlik és elvész. A teremtés felbomlása akár körülöttünk, akár bennünk zajlik, nem kell, hogy kioltsa azt a reménységet, amit a Zsoltár akar nekünk üzenni. Isten a mi oltalmunk és erősségünk. Igen, biztos segítség. Érdekes az ötödik verstől folytatódó leírás, mert a tajtékzó, hullámzó, rendetlen, ijesztő nagy vizekkel szemben egy csendes folyamot mutat be úgy elhalkul, úgy elsimul a Zsoltár. Van egy folyam, melynek árja Isten városát örvendezteti. Az előző vizek, a háborúk, a teremtés felbomlása, az ember lelki békétlensége, vagy a földön tapasztaltó társadalmi, politikai, gazdasági ijedelmek és veszedelmek háborgást idéztek elő, de van egy folyam, amely Isten városát megörvendezteti. Isten városa, ahol Istennel lehet találkozni, az ókori Jeruzsálem, ahol az emberek, akik Istent keresik, összegyűlnek és laknak. A felséges Szent Hajléka, a templom, ami a város közepén, a város szívében elhelyezkedett, hogy Izrael pusztai vándorlása során a, a tábor közepén volt a Szent Sátor Isten lakóhelye. Nem véletlen, hogy így folytatódik a hatodik vers. Ez a folyam a békességnek, a nyugalomnak ez az áradata azért létezik az ember számára, azért biztosított, mert Isten ott van ő benne. Ezért nem rendül meg. Isten megsegíti víradatkor. Hiába, hogy nemzetek zajongnak, folytatódik a hetedik vers, országok meginognak, az Úr kiengedi hangját, és a régi Károlyi fordítás szerint megszeppen a föld, az újabb fordítások így adják vissza, megolvad a föld. Az a befeszült emberi izom, a kemény arc, a szigorú, mindenre elszánt, háborúskodó emberi természet megolvad, felenged, a rossz elmenekül. Isten hangjára, Isten szavára hallgat a rossz is, tudja, hogy nem veheti fel vele a küzdelmet. Amikor Isten beszéde körülvesz bennünket, Luther Márton ezért is talán az egyik leghíresebb énekeként használt a szövegében ezt a Zsoltárt. Amikor Isten szava velünk van, akkor jöhetnek ellenünk bárkik és bármik, világi vagy az ő idejében egyházi hatalmasságok támadták a bibliai evangélium egyszerűségét, de a Krisztusból áradó folyam megörvendeztet Isten városának lakóit. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Az éden kertje, vagy a város, ahol az Isten lakik, egy régi jelkép a Bibliában. Arról a lakhelyről szól, arról a találkozási pontról, ahol az ember mindig megtalálja Istent. Ahogy Ádám és Éva napról napra a teremtett földön Istennel találkozhatott és beszélgethetett, ahogy Isten maga az ő jelenlétének a helyét a szentsátorban vagy a templomban egyszerű épületben határozta meg jelképekben, a jó illattétel oltárának az illatában, a szentkenyerek asztalának a kenyér ízében, mindabban, ami ott volt színekben, érzékelhetően, hallhatóan, olvashatóan a fridládában elhelyezett tíz parancsolatban, minden Isten fenségéről, hatalmáról, bölcsességéről, és nem utolsó sorban irgalmáról és szeretetéről szólt. Na most itt van ez a zajongó világ, országok, amik inognak, nemzetek, amik harsognak, és az Úr kiengedi hangját, és megolvad, megszeppen a föld. Örös Sándornak volt az emberre egy nagyszerű leírása, amikor azt mondta, hogy az ember nem ember, csak hadonászó veszélyes, hadonászó kamasz. Itt vagyunk a 21. században, és az ember hadonászik. A kezében hol atombomba van, hol gazdasági hatalom, hol politikai befolyás, eszmék, ideológiák, gyűlölködés vagy szélsőséges nacionalizmus. Nemzetek zajongnak, országok inognak, és minél jobban inognak, annál hangosabban zajongnak, de amikor Isten szava megszólal, akkor minden a helyére kerül. A seregek ura velünk van. Igaz, hogy harc van. Igaz, hogy ebben a világban állandó az önzés okozta pártoskodás és küzdelem. Igaz, hogy mi csak vándorok vagyunk, mint Jákob, akikre vár egy örökség, de még nem nyertük el, de Jákob Istene a várunk. Isten az az erődítmény, az a biztonság, aki ha ott van velünk, aki ezt ha oda megyünk, akkor elrejtő, elrejtőzhetünk ő benne. A vár, az erődítmény, erős vár a mi Istenünk, az a hely, ahova a veszedelem idején be lehet szaladni, és el lehet rejtőzni. A Zsoltáros az utolsó néhány versben, a 9. verstől kezdődően erről az elrejtőzésről szól. Hogyan szaladhatunk be a várba? A 9. vers rögtön így kezdődik. Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, aki pusztává teheti a földet. Háborúkat némít el a földkerekségen, íjat tör és kopját ront, harci szekereket éget el csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a Föld is. Jöjjetek, és lássátok az Úr tetteit. Az Isten szemlélése az ő tetteiben, a Biblia nagyszerű feljegyzéseiben, amik tulajdonképpen arról szólnak, hogy az emberi történelem legelső napjától, a teremtés kezdetétől fogva egész a legutolsó napig, amikor majd elmondhatjuk, hogy magasztalnak népek, magasztal a Föld is, 11. vers végén, az Isten tetteit szemlélhetjük. Amikor kinyitjuk a szemünket, jöjjetek, lássátok, amikor elfogadjuk a meghívást Istentől, amikor fellapozzuk a Biblia lapjait, és beletekintünk, hogy évszázadról évszázadra, évezredről évezredre, hogyan adott kinyilatkoztatást, tanácsot, hogyan vígasztalt, feddett, hogy hogyan hárította vissza büntetésként a rossz emberi döntések következményeit az emberre, akár a választott népre is. Az Úr tettei mindig az Isten jóságát és igazságát mutatják meg, azt, ami mozdíthatatlan, az, ami vár és erődítmény, erős vár a mi Istenünk. Háborúkat némít el, pusztává teheti a földet, összetöri és megégeti a harci szerszámokat. Szóval... Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld is. A seregek ura velünk van, Jákob, Istene a várunk. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. A Zsoltár utolsó, vers, utolsó előtti versében jutunk el a lényegében kulcsmondatig. Elcsendesedni megtalálni a csendet. Nem, nem kint a világban, mert, mert, ott hegyek rendülnek meg a háborgástól, tenger zúg tajtékozik, a föld megindul, a nemzetek zajongnak. Azt mondja az Isten, most kapcsold le a rádiót, lép ki az internetről. Egy kicsit, talán egy néhány órára, minden nap egy néhány órára, hetente egyszer egy napra, a nyugalom napjára jel, keresd meg azt a csendet, amit az én közelemben megtalálhatsz. És amikor jössz hozzám ebben a csendben, amikor a saját lelked zajait is meghallod, meg is ijedsz, de úton vagy felém, hozd azokat is magaddal, azokat is rám bízhatod. Nem csak az ijesztő híreket, amik a, a pénzügyi válságról, vagy a háborúról, vagy a fegyverkezési hajszáról szólnak, amik ma a világban zajlik, hiszen ma a világ egy új békét akar teremteni, éppen ezért fegyverkezik. Háború van, tehát még több fegyverre van szükség. Békét szeretünk, tehát annál is több fegyverre van szükség. Értelmetlen butaság. Béke a földön, ott kezdődik, hogy béke a szívben. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Amikor majd nem győzni akarunk, akkor győztesek leszünk. Amikor majd nem háborúval és szeretetlenséggel akarjuk a másikat megnyerni valaminek, akkor együtt fogunk nyerni. Akkor majd magasztalnak a népek, és magasztal a föld is. Ez már jelenések könyve jövendőléseit, proféciáit vetíti előre. Ez már arról szól, amit mi második adventnek Jézus dicsőséges visszatérésének nevezünk, az apostolok reménysége, Jakab, Pál, Péter, János és az összes apostol az ős egyház reménysége, hogy visszajön Jézus. Hogy visszajön Jézus és magasztal a föld, a népek és a nemzetek majd elveszítik az ő fegyvereiket, és azok, akik a maguk belső csendjében találkoztak Istennel, majd színről színre meglátják őt. A seregek ura velünk van. Addig is ezt ne felejtsük. Ő a seregek ura és olyan hatalom van a kezében, ami legyőzhetetlen, ami kiolthatatlan. Az Isten szeretete nem múlik el soha. Az Isten változhatatlan jósága folyamatosan fáradozik az emberért. A Zsoltán refrénje a 8. és 12. versben ugyanaz a mondat. A seregek ura velünk van. Jákob Istene a várunk. Mindannyian húzódjunk be ebbe az erődítménybe. És amikor megijedünk, mert a teremtés bomlik már fel, mert az emberi nemzetek fejlesztik ki a legújabb fegyvereket és a legújabb praktikákat egymás meggyőzésére, megsemmisítésére, akkor mi tudjuk, hogy erős vár a mi Istenünk. Szaladjunk be az erődítménybe. Találjuk meg azt a biztonságot és azt a csendet, ahol megláthatjuk őt, az ő tetteit, megismerhetjük őt, hogy én vagyok az Isten és nem csak, hogy nem félünk, hanem magasztaljuk őt, hogy ő a mi Istenünk, és tudhatjuk, hogy bár jövevények vagyunk, mint Jákob, és az örökség még nincs itt, de hamarosan visszatér Jézus Krisztus, és az ő országába. Milyen érdekes a történet körbeér, az új Jeruzsálem, ahogyan nevezi az Isten világát, az újjáteremtett földet, jelenések könyve, az ő városába beérkezhetünk az Édenbe, a városba, Isten közelségébe, abba a világba, ahol nem lesz fájdalom, nem lesz szomorúság, nem lesz halál, mert nem lesz gyűlölet, nem lesz bántás, nem lesz öntés, ö, önzés. Az Isten így csendesítse a mi lelkünket is napról napra. Zsoltárral kapcsolatos kérdéseiket várjuk a képernyő alján látható e-mail címünkre.